Az utóbbi években egyre nagyobb szerepet kap az iskola marketing. Minden intézmény a megfelelő csatornákon próbálja elérni a diákokat és a szülőket. Az iskola bemutatására az egyik legjobb a nyílt napok bevezetése, hiszen ezeken nem csak az intézmény profilját ismerhetik meg a leendő tanulók, hanem bepillanthatnak a mindennapi életbe is, ami talán a döntés meghozatalát is segíti. A Jávorkában tegnap délután tartottak nyílt napot. Várjuk a mezőgazdasági és az élelmiszeripari szakmák iránt érdeklődő tanulókat. Széles a kínálatunk ezügyben, tehát mondjam, hogy a pékek, mezőgépszerelők, virágkötők, kertészek, dísznövénykertészek, mezőgazdasági technikusok, élelmiszeripari technikus képzésre várjuk a tanulókat, és van egy országos beiskolázású szakmánk, a halász, a haltenyésző szakma, amit újonnan szeretnénk beindítani, és ez a pillanatnyilag az országban két helyen van, egy az Alföldön és a Dunántúli részen pedig a mi iskolánk van erre kijelölve, bízunk benne, hogy lesz rá elég jelentkező. A munkaerőpiaci igényfelmérések szerint az iskolában oktatott két szakma is hiány szakma van Magyarországon. Az egyik az a pék, a másik a mezőgazdasági gépszerelő szakma, tehát akik erre jelentkeznek, ők szeptembertől ösztöndíjjal indulnak. Az ösztöndíj mértéke iskolakezdéskor havi 10 000 forint, ami a második fél évtől a tanulmányi eredménytől függően csökkenhet, de akár a duplájára is nőhet. A Jávorkában az egyik legnépszerűbb szak az élelmiszeripari. Hogy ez miért is lehet vonzó egy diák számára, erről beszélt az iskola egyik tanára, Kohári Beatrix. A kormányuk kitűzte célul, hogy most az élelmiszeripart fogja támogatni. Ebben a körben próbálnak munkahelyeket teremteni, és mivel a mezőgazdaság megtermeli az alapanyagokat, mi folytatnánk és feldolgoznánk ezeket a termékeket, arra tanítanánk meg a diákjainkat, hogy ezeknek a termékeknek a feldolgozása hogyan kell, hogy megtörténjen. Gyakorlatilag az élelmiszeripar egy nagyon-nagyon széles kör, bármibe gondolunk bele, tehát bármilyen gyümölcsök, zöldségek, gabonafélék, húsfélék, mindennek a feldolgozása teljesen külön szakágazat. Viszont itt ebben az iskolában olyan képzést kapnak, ahol minden szakon, minden szakágban el lehet vele helyezkedni, mert hogy élelmiszeripari technikus képzés folyik nálunk, ami gyakorlatilag az egészet felöleli. Az iskolában jelenleg 340 diák tanul. A jó keretszámnak köszönhetően akár több száz tanulót is tudnak fogadni szeptembertől, de az elsődleges cél, hogy összejöjjön annyi ember, hogy minden szakmából indulhasson osztály.